Közeledő határidők, be kell vallani az adókat. A pályát és az épületet is, felújítás a Rákóczi Vasasnál. Szakmai elismerés, jól dolgoznak a Turinformnál. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket a pénteki legfrissebb orosházi hírekkel itt a Városi Televízió műsorán. A címszavak után lássuk a részleteket. Kedden lejár a személyi jövedelemadó bevallás beadási határideje. Az adóhatóság országszerte rendkívüli nyitvatartással segíti az ügyfeleket, az orosházi postákon azonban nem lesz hosszabb nyitvatartás emiatt. Aki még nem adta le a bevallását, figyeljen a pontos kitöltésre, írja alá, és ne felejtsen el rendelkezni adója 1%-áról. Már csak 4 napunk van arra, hogy feladjuk adóbevallásunkat. Tekintettel a május 20-ai határidőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés megyei adóigazgatóságának ügyfélszolgálatain rendkívüli nyitvatartással várják az ügyfeleket Orosházán is. Ebben az időszakban bevallásátvétellel, csekkiadással, tájékoztatással, bankkártyás befizetéssel, ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos ügyeinket intézhetjük. Orosházán a Szabadság tér 5 szám alatti NAV ügyfélszolgálaton május 19-én és 20-án 8-tól 18 óráig fogadnak bennünket a munkatársak. Érdemes időben feladni a szükséges papírokat, az orosházi postákon ugyanis nem lesz hosszabb a nyitvatartás. Az Eötvös téri főpostán például a szokásos 18 óráig adhatjuk fel leveleinket. További információkat egyébként az oroskafé.hu oldalon olvashatnak. Személyi jövedelemadó után helyi iparűzési adó. A vállalkozó és őstermelő adózóknak a 2013. évről készítendő helyi iparűzési adóbevallást június 2-áig kell beadni. Az előző évben kialakított gyakorlatnak megfelelően az iparűzési adó bevallásához szükséges nyomtatvány letölthető Orosháza város honlapjáról. Az adóbevallási nyomtatvány a polgármesteri hivatal adócsoportjánál személyesen is átvehető. A bevallásban kimutatott pozitív előjelű adókülönbözet összegét legkésőbb június 2-áig kell befizetni a megadott számlára. Az esetleges visszaigénylést, túlfizetést a helyi adóhatóság szabályszerű rendelkezés esetén az adóbevallás benyújtását követő 30 napon belül teljesíti. Ebben a szezonban nem lesz több mérkőzés a Rákóczi telepi pályán, felújítják a pályát és az épületet is. A sporttelep fejlesztésére 10 millió forintot fordíthat a Rákóczi Vasas, ebből 7 millió forint pályázati forrás, 3 millió pedig önkormányzati támogatás. Tilos belépni a telepi pályára, és a tiltás még hetekig fenn is marad, javában dolgoznak ugyanis a pályán és az öltöző épületén is. Pályázati forrásból újul meg a sportlétesítmény. A Magyar Labdarúgó Szövetség hirdette meg az amatőr labdarúgó létesítmények felújítását támogató pályázatot. Ezen a pályázaton a maximális összeget, vagyis 7 millió forintot nyert a Rákóczi Vasas. Ehhez tett még hozzá további 3-at az önkormányzat. Összességében közel 10 millió forintot tudunk a pályára részben, a pálya alkalmasságára és az öltözőre, illetve a pályát fenntartó gépre költeni. Azért tartom ezt fontosnak, mert elsősorban ez az ifjúsági sportot, az utánpótlás nevelést szolgálja, hiszen ez az MLS-nek a TAO pályázatából valósul meg, ami elsősorban az utánpótlás nevelésnek a körülményeinek a javítását szolgálja. Megye egyes foci csapatunk a Gyópárosi komplexumban tartja jelenleg az edzéseit, a hazai meccseket pedig Műfűvön rendezik, addig, amíg elkészül a beruházás. A 10 millió forintos keretbe több minden belefér. Belefér egy automat öntözőberendezés, amellyel ellátjuk a labdarúgó pályánkat, ugye a löcsoló berendezéseink enyhén szólva is ősrégiek voltak már, így a fejlesztésben ezt maximálisan be tudtuk illeszteni. Emellett az öltözőépület belső rekonstrukciója, egyfajta felújítása zajlik, a vizes blokkoknak a komplett felújítása, egy belső festési munkálat, nyilánzárók festése, javítása, úgyhogy úgy gondolom, hogy az épület is teljes egészében meg tud újulni. Emellett még a maradék kis pénzünkből, ami ebből marad, egy pálya karbantartására használatos kis traktort és a hozzátartozó adapterek megvásárlását tervezzük elvégezni. A játéktér felújítása a kapuk előtti talaj rendezését is magában foglalja, a feltorlódott talajt felmarják és új gyepszőnyeget fektetnek le. A tervek szerint június végére készül el a telepi sportlétesítmény felújítása, tehát a következő bajnoki szezonra való felkészülést már a megszépült környezetben kezdheti meg a Rákóczi Vasas.
Jövő vasárnap 6 és 19 óra között 8 pártlista közül választhatnak a szavazati joggal rendelkezők az Európai Uniós választások keretében. Voksolni ugyanott lehet, mint az országgyűlési választások idején. A lapokat és a szavazás kellékeit a napokban szállítják ki a megyeszékhelyekre. Április 6-án a választók arról szavaztak, hogyan alakul az országgyűlési képviselet Magyarországon. Május 25-én az Európai Parlament összetételéről dönt a 28 tagállamban összesen 400 millió választópolgár. A 751 európai parlamenti képviselőt 5 évre választják. Az unió polgárai e képviselőkön keresztül befolyásolhatják az Európai Unió politikájának irányvonalát. Magyarországon május 25-én választják meg a 21 magyar európai parlamenti képviselőt. Jövő vasárnap 6 és 19 óra között 8 pártlista közül választhatnak a szavazati joggal rendelkezők, voksolni ugyanott lehet, ahol az országgyűlési választások idején tették. Hazánkban 8 millió 53 ezer választópolgár szavazhat majd, de a Nemzeti Választási Iroda szerint 50% alatt marad a részvétel, ezért kevesebb, mint egy 7,5 millió szavazólapot nyomtattak ki. A lapokat és a szavazási kellékeket a napokban szállítják ki a megyeszékhelyekre. Orosházán a szavazatszámláló bizottsági tagok jövő héten teszik le esküjüket. Elismerésben részesült az orosházi Turinform iroda. Egy országos ellenőrzés alkalmával ért el 100%-os eredményt a szervezet, a szolgáltatások minőségét és az ügyfél elégedettséget is alapul vették a bírák. A szakmai elismerés átvétele után nem állt meg a munka, legközelebb Szerbiában népszerűsítik orosházát és gyopáros fürdőt is a munkatársak. 125 Turinform iroda vett részt a Magyar Turizmus ZRT ellenőrzésében. A 2013-as évet vették alapul a döntéshozók, szakmai szempontoknak kellett megfelelni. Ebben a felmérésben vett részt az orosházi Turinform iroda is, melyet a Jövőépítők TDM működtet, munkájukat most elismerő oklevéllel jutalmazták. Az ellenőrzés során kitérnek az adatgyűjtés pontosságára, gyakoriságára, a szolgáltatásokra, tehát hogy milyen szolgáltatásokkal, miket árul, miket ajánl a vendégeknek a Turinform iroda, illetve természetesen az ügyfél elégedettségre is. Az információadáson túl szuvenírbolt is várja az érdeklődőket orosházi termékekkel, ezt értékelésében külön pozitívumként emelte ki a Turizmus ZRT. Mindenképpen szeretnénk még több szolgáltatást biztosítani az ide érkező turistáknak, programokat szervezünk nekik, igyekszünk garantált programokat összeállítani. Ezek folyamatban vannak, de reméljük a nyár folyamán már ez a szolgáltatásunk is elindul. A szakmai elismeréssel azonban a munka nem állt meg. Az iroda munkatársai egy szerbiai turisztikai kiállításra készülnek, ahol orosházat és gyopáros fürdőt fogják népszerűsíteni. Emellett tovább folyik az eddig megszokott, most elismerésben részesült tevékenység is. Három orosházi szakdolgozót köszöntöttek az ápolók nemzetközi napján. Mindhárman évtizedek óta elkötelezetten hivatástudattal dolgoznak az orosházi kórházban, munkájukat ezüst kitűzővel ismerte el a Magyar Ápolási Egyesület. Május 12-e az ápolók nemzetközi napja. Nincsenek túl jól megfizetve, hatalmas a felelősség rajtuk, éjszaka és ünnepnap is a betegek mellett találjuk őket. Áldozatos munkájukról világszerte megemlékezünk az Ápolók Nemzetközi Napján. Az orosházi kórházban is május 12-én ünnepelték az ápolókat. Akik a feladataikat nem munkának, hanem hivatásnak tekintik, hétvégéken, ünnepnapokon, hétköznapot állnak a beteg ágy mellett, és otthon hagyják saját gondjaikat. Az orosházi kórházban három fő kap kitüntetést, illetve a Magyar Ápolási Egyesület segítségével, adományozásával három ezüst kitűzőt kapnak. Az idén 25 éves Magyar Ápolási Egyesület ezüst kitűzőjét Koszta Julianna az Egyesület megyei elnöke adta át. Krizsánné Szerdacsek Magdolna szülésznőnek, a szülészet nőgyógyászati osztály munkatársának, aki 1977 óta dolgozik az orosházi kórházban. Szokolai Sándorné gyerekápoló 1979 óta dolgozik a kórház újszülött részlegén. Az anyukák sokáig emlékeznek rá segítőkészsége miatt. Hevesi Ágnes diplomás ápoló az intenzív osztályon 1990 óta dolgozik a kórházban, 1995-től az intenzív osztályon, és szereti a szakmáját. Nagyon szeretem ezt a munkát, én egyébként is egy ilyen pörgős ember vagyok, és
Itt ilyen munka folyik, tehát percről percre változnak dolgok, percről percre kell ehhez igazodnunk és döntenünk, úgyhogy ez a munkánk, nagyon szeretem csinálni, és az egészségügyön kívül nem tudnék mást elképzelni. Az ünnepséget tudományos ülés követte, amelynek keretében szakmai előadásokat tartottak, több témát is érintve. Félmillió forint értékű könyvtámogatásért szállt versenybe a Városi Könyvtár. Az antikvárium.hu pályázatot hirdetett könyvtárak részére az intézmények egy 3 perces bemutatkozó videóval nevezhetnek. Az Orosházi Könyvtárnak a Táncsi Stúdió segített. Rendezvényeken és átlagos hétköznapokon is forgattak a táncsi stúdiósok a Városi Könyvtárban, annak érdekében, hogy átfogó képet tudjanak adni az intézmény életéről és az ott folyó munkáról. A Könyvtárak újra töltve című pályázat okán jött létre a közös munka. Az antikvárium.hu oldal hirdette meg könyvtárak számára ezt a pályázatot. 5 könyvtárat fognak kiválasztani, akik 500 ezer forintos könyvadományban részesülnek majd. A pályázathoz egy kisfilmet kellett készíteni, ehhez kérte a Táncsi Stúdió segítségét az Orosházi Könyvtár. Egy 3 perces videófelvételt kell készíteni, amelyben bemutatjuk a könyvtárat, a könyvtárban folyó munkát és egy kicsit a városról is szót ejtünk, és ehhez kértük a Táncsi Stúdió segítségét. A stúdiósok azonnal az ügy mellé álltak, több napon keresztül forgattak az intézményben. Az elkészült bemutatkozó összeállítást már beküldték a pályázatra. A filmet szakmai zsűri értékeli majd, az eredményhirdetés május 29-én lesz. Az Orosházi Könyvtárról készült videót a www.oroscafe.hu honlapunkon megtekinthetik. Mintegy 100 méter sötétítő függönyt szerelt fel a kórházi kórtermekbe egy orosházi vállalkozó. A kórház 5. emeletén így már kellemesebb környezetben gyógyulhatnak a fülorgégészet betegei. Jámbor Rudolf a gyermekosztály kisbetegeire is gondolt, a függönyök nagy segítséget jelentenek az intézménynek. Az utolsó simítások és felkerül a sötétítő függöny a gyerekek kórtermébe a fülorgégészeten. Így már elviselhetőbb lesz a nyári meleg, szebb és komfortosabb környezetben gyógyulhatnak a gyerekek az osztályon. A függönyöket egy helyi vállalkozó ajánlotta fel, miután tavaly nyáron megtapasztalta, milyen füllesztő is a nyári meleg az 5. emeleten. Az osztályon örömmel fogadták a nagy lelkű adományt. Nagyon örültünk, amikor Jámbor Rudolfnak és édesapjának ránk esett a választása, hogy mint referencia terméket megkapjuk ezeket az elsötétítő függönyöket, amelyek azért a nap hőjéből nagyon nagy mértékben le fognak venni, és hát nem utolsó sorban a színük is nagyon érdekes és nagyon kellemessé fogja tenni ezeket a kórtermeket. Jó jött a sötétítő függöny a kórház főigazgatója szerint is, végesek ugyanis az anyagi lehetőségek, így elkér a segítő kész, hogy ők is segíthessenek. Jámbor Rudolf és csapata 100 méternyi speciális anyagot dolgozott fel, ebből jutott a fülorgégészetre és a gyerekosztály kórtermeibe is. A Rőfös Textil tulajdonosa Jámbor Rudolf ajánlotta fel a segítségét, és tulajdonképpen nem is csak a fülorgégészetre, illetve a gyerekosztályra, hanem majd a nőgyógyászatra és a belgyógyászatra is fog jutni a függönyből. Ezek sötétítő függönyök, amelyek a betegek komfortérzetét javítani fogják. Nagyon örülünk a felajánlásnak. A fülorgégészetre a napokban került fel a függöny, a gyerekosztályon hamarosan, míg a nyári meleg előtt rakják fel a speciális 3 rétegű sötétítőket. A középső réteg ez fekete. A másik két oldal, maradék két oldal, külső, belső, azok színesek, és ez a fekete, ez végzi el a funkcióját, hogy lesötétít. Több mint 100 méter dolgoztunk fel belőle. Függönytartó sínből is feltettünk közel 70 métert. Mindenhol a lehetőségét megadtuk, hogy dupla függönytartó kerüljön föl. Itt is úgy van, még most nincsen rajta fényáteresztő függöny, de szeretnénk majd azt is. Elsősorban a gyerekkórtermeknek, ugye ott a gyerekeknek egy kicsit az örömét szerezni gyerekmintás függönnyel. Van még jó pár dolog, amire szükség lenne a fülorgégészeti osztályon. Nagyon sok mindenre, úgyhogy ha lehet, akkor nem kezdem el most feltétlenül sorolni. Egyrészt a többi kórterem függöny ellátása is, másrészt meg minimum a ventilátorrendszer, ha már nem lehet beszerelni a klímákat.
A főorvos asszony kívánsága gyorsan teljesült, a Rűfös Textil egy partnercége ugyanis felajánlotta a többi kórterembe szükséges függönyt, így valamennyi betegnek könnyebb lesz a hűség elviselése nyáron. Ettől függetlenül a segítség mindig jól jön, bízik a helyi vállalkozókban a kórház főigazgatója. Nehéz helyzetben van az egészségügy, és én azt gondolom, hogy ha helyi vállalkozók tudnak segíteni, akkor előrébb tudunk lépni, illetve bármiféle felajánlás, amivel a betegek komfort érzetét javítani tudjuk, már előre lépés az orvosházi kórházban. Még mindig jótékonyság a téma is, egyben kiváló programajánló. Szinetár Dóra gyermekekért énekel orvosházán. A kiváló énekesnő a művelődési központban lép fel kedden, a jótékonysági koncert bevételét a kórház gyermekosztálya kapja. Korábban többször akkori férjével Berecki Zoltánnal lépett az orvosházi közönség elé Szinetár Dóra. Május 20-án kedden este egyedül énekel a kiváló énekesnő, zongora kísérettel ad elő világhírű musical slágereket. Eredetileg május 16-ára terveztek egy nagyszabású jótékonysági gálát, de a hét elején módosítottak az időponton. Az Orosházi Polgári Együttműködés Egyesület és a Művelődési Központ közösen szervezi a rendezvényt, amelynek célja nem változott, továbbra is az Orosházi Kórház gyermekosztályának gyűjtenek adományokat, ebből gyógyászati segédeszközök vásárlását tervezik. A 18 órakor kezdődő estre belépődíj nincs, az adományokat a kihelyezett urnába lehet elhelyezni. A várható nagy érdeklődés miatt előzetes regisztráció szükséges, amit a Művelődési Központban lehet megtenni május 16-a péntektől. Kedves nézőink, regisztráljanak és vegyenek részt a koncerten, segítsék a gyermekosztály szándékait. Most pedig lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Közeledő határidők, be kell vallani az adókat. A pályát és az épületet is, felújítás a Rákóczi Vasasnál. Szakmai elismerés, jól dolgoznak a Turinformnál. Kedves nézőink, eddig tartott a híradó pénteken este a Városi Televízió műsorán. Kedden friss összeállítással várjuk Önöket, hétvégén ismétléseinket láthatják. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!